Köszöntöm Önöket, ez már itt a Weekend második része, és ismét játékkal készültünk a nézőknek. A Váci Mihály Kulturális Központ Lehozzuk Önöknek a csillagokat programsorozaton belül. A József Attila Színház Boldogság című előadására lehet most egy páros belépőt nyerni. Kérdésünk, ki az előadás rendezője, a válaszokat pedig ebben az esetben is itt a Facebook oldalunkra várjuk majd. Miközben a kérdést föltettem, Kosik Anita, a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház művésznője, tágra nyílt szemekkel figyelt, lehet, hogy tudod a választ? Hogy tudom. Tudod a választ. Ez nem meglepő. Hát Anita, te gyakorlatilag most is úgy nézel ki, mint aki egy mediterrán országból érkezett, és olyan vagy, mint egy hurrikán, vagy nem is tudom, tehát az egész személyiséged egy ilyen szédületes tempót sugal. És hát amennyit én tudok rólad, egy nagyon színes lány vagy, tehát hogyha nem lennél színész, akkor biztos nagyon sok mindenből megtudnál, vagy legalábbis megpróbálnál élni. Igen, igen, voltak ilyen terveim, mindenféle, meg kísérleteim, mielőtt eltaláltam volna, meg kitaláltam volna, hogy akkor most kipróbálok egy ilyen dolgot, mint a színház. Tanítottam kicsi gyerekeket angolra, Hellendorom módszerrel, ami kiválóan működik szerintem, elképesztően jól, egész tényleg másfél éves gyerekek is használhatják, és nagyon jól működik. Ez volt az első, közben zenét tanultam a Kőbányai Zenei Stúdióban, úgyhogy afelé is elmehettem volna, de ez megmaradt végig. Uh-huh. Eredetileg madarásznak készültem. Egy kicsit még mindig szeretnék madarász lenni. Már abban az értelemben nagyon, nagyon hiányzik az, hogy kimenjek az erdőre, és ott tegyek-vegyek, vagy ne csináljak semmit, erre nagyon kevés időm van ilyenkor. Nyáron szoktam barangolni. Az is volt, mesemondással is kacérkodtam, az is rettentően izgalmas, van egy barátnőm, Zalka Csenge, Virág, aki hivatásos mesemondó Amerikában végzett. Mert ott van ilyen szak. És pszichológus is szerettél volna lenni. Az is szerettem volna lenni, az is megmaradt ez az érdeklődésem az a mai napig. Most olvasom például Philip Zimbardónak az egyik mostanában megjelent, van egy trilógiája, Pszichológia mindenkinek, nagyon ajánlom, mert tök jól ír, és ha valakit érdekel, és még sose olvasott semmit, ha ezzel kezdi, az egy tök jó dolog. Elég neked a 24 óra? Nem. Nem, ugye? Egyáltalán nem. Egyáltalán. Na, hogy alapvetően az egész emberiség idő hiánnyal küszködik, igen. De aki ennyire mindent meg akar, tehát nyilván van benned egyfajta ilyen mindennek a mélyére oda menni, meg megnézni, hát hogy szeretnék. Hát van egy másik oldala is, ami nem látszik, az biztos, hogy egy kín is. Az is, nem is alszom egyáltalán. Most is úgy rohantam, hogy alig értem ide. Innen is rohanok tovább. Ez... Egyébként nem egy rossz dolog, de mostanában jöttem rá, hogy ha így be van osztva az időm, akkor nem folyok szét. Tehát akkor figyelek mindig az adott dologra, és viszonylag, de megtanultam hamar átfókuszálni más dolgokra. Emiatt egyébként nekem például pont a pihenésre való rákészülés nincs. Tehát nagyon gyorsan kell elaludni is. Nem megy általában. Úgyhogy igen, ez egy elég kínzó dolog, de föl lehet használni motivációként, hogy akkor igenis. Hát azt gondolom, hogy gyakorlatilag ugye a művészetnek egyfajta ilyen izó parazsa az, hogy valamilyen kínban legyen, tehát bár nem feltétlenül az időhiányra gondolok, de ez a fajta valami mindig hiányzik, ez lehet motiváló dolog is. Hát ugye elsősorban most azért hívtunk ide, hogy a legújabb szerepeidről beszéljünk, ugye a Chicagóra készültek, és valahol olvastam, hogy neked ez korábban volt benne ott a hátsó kis agyadban, hogy szeretnéd játszani konkrétan erre a szerepre. Konkrétan készült? Erre. Akkor igen, ezt meg valaki elolvasta, vagy pedig? Nem tudom. Nem tudod? Lehet, fogalmam sincs. Nem tudom, hogy zajlik az a része a színháznak, amikor kitalálják, hogy a következő évad az mi. Erre elképzelései... még nem volt időd, ezt még nem értem. Még nem vagyok alkalmas színházvezetésre, nem is baj, talán ez egyelőre, csak maradjunk a saját kaptafánknál. Nem tudom, lehet, de ahogy én szeretek énekelni, vagy amit magamévá tettem az idők során,
az nagyon ez a világ. Tehát ez a búgó, kis... Füstös. Igen, lokálos kis dolog. Ezt nagyon szeretem. Ilyesmit is tanultam, amikor énekszakon voltam Kőbányán. De amúgy is nagyon közel áll hozzám az ilyen típusú önkifejezés, mert nagyon sokféle van, tehát a musicaleknek is nagyon sokféle válfaja van, de ez áll hozzám a legközelebb. Tehát, hogyha választanom kéne az összes közül, amit ismerek, akkor ez például tényleg egy ilyen teli találat lenne, még egy-két ötletem. De azt megtartom magamnak. Azon gondolkodtam, hogy most itt a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színház társulata tulajdonképpen nagyon jó zenei kvalitásokkal bír. Tehát egyetértek. Korábban, még nem tudom, egy 10-15 évvel ezelőtt, emlékszem, hogy volt egy időszak, hogy bár Kazár Paja egy kiváló zenei vezető volt, de valahogy nem voltak megfelelőek talán akkoriban ilyenfajta zenés darabokra, de most úgy látom, hogy tényleg... Szerencsés csillagzat. Tehát pont úgy jöttünk össze, most el is kezdtünk rendesen tréningezni, amit én nagyon-nagyon üdvözlök, mert tréning nélkül ugye az ember hiába ordibál. Igen. És szerintem egyre jobbak lesznek ezek a... Hogy az alapok, amiről te többfele lehet majd elmenni, nem csak egy vágányon lehet haladni, amit, mit tudom én, az ember kijelöl magának, az lenne az üdvözítő, hogyha aztán olyan feladatok is megtalálnának mindenkit, amire mondjuk ő maga nem gondol, hanem valaki meglátja benne, hogy na és mi lenne, hogyha ezt megpróbálnád? És akkor általában ilyen nagy ellenkezés, hogy nem, jó, de gyakoroljad, csináld. Na látod, hogy megy. Jól érzed magad amúgy itt Nyíregyházán? Az, hogy itt Igen. vagy már egy jó pár éve, ugye, és tulajdonképpen boldog párkapcsolatban éltek, kicsit bekuckóztatok. Azért vannak ilyen párok, akik aztán itt is maradnak, de azt gondolom nem kell megírni előre a forgatókönyvet, hogy nem. Mikor merre lesz majd az utad. Minden esetre az a lényeg, hogy ezt maximális energiabedobással és hittel csinálod. Mondtad azt, hogy ez a fajta zenei stílus áll hozzád közel. Gondolom, hogy azért a színházban is van egyfajta stílus, vagy akár egy rendezői stílus, ami közel áll, bár ugye hát nyilván nem válogathatjátok meg, de milyen fajta színház az, amit te úgy igazán üdvözölnél? Hogyha egy vidéki színház is lehetne olyan, amilyet te szeretnél mondjuk. Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Nem tudom, nincsenek ilyen műfaji problémáim már. Régen voltak, nagyon gőgös voltam, hogy ezt én nem. De hát persze valójában sokkal nehezebb úgy humort létrehozni a színpadon, hogy közben meglegyen a drámája. Tehát az egy plusz. Az nem egy megvetendő dolog, hanem egy csodálatos dolog, amin 20-szor annyit kell dolgozni, hogy legalábbis nekem. Hoppá, bocsánat. Szóval legalábbis nekem. Lesodrom a technikát. Szóval üdvözlök mindent, ami emberi. Uh-huh. Tehát amiben nem csak én akarom kikutatni a legalját a dolgoknak, hanem az egész banda. Kezdve a rendezővel természetesen, de mindenki tényleg, tehát a szabók, a díszletesek, mindenki oda teszi magát ilyenkor, mert megérzik az emberek, hogy most akkor ez egy olyan munka, ahol nem lehet elmismásolni. Tehát vannak olyanok, ahol nem tudom, elégnek tűnik, hogy nem teszi bele az ember a szívét, lelkét, máját és egyéb belső szerveit, de valójában soha nem elég. Tehát, hogyha ez a követelmény van, akkor nekem mindegy. Anitám, fél percünk van, milyen lesz a Chicago? Hát jó lesz! Jó lesz? Nagyon jó lesz, úgyhogy várok mindenkit szeretettel. Na és mikor lesz a bemutató? Január 20-án, vészesen közeledik. Hát akkor te ilyenkor most már kezelhetetlen kategória. Igen. Vagy tehát akkor most szerintem nagyon megtisztelve érezzük magunkat a nézők nevében is, hogy ebben a szerintem kicsit ilyen őrült időszakban sort kerítettél. Hát én köszönöm, hogy meghívtatok. Hát kívánunk akkor neked sok sikert és nagyon sok örömet itt a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színházban is. Tánccal folytatjuk, pontosabban beszélgetünk a Nyírség táncegyüttes vezetőivel, de Marcsek György és Ugyan Attila a vendégeink, akik azt gondolom, hogy az ország egyik legnépszerűbb tánccsoportjának vezetői, hiszen most, hogyha
valaki nem is nyíregyházi és környéki vagy a megyében él, de rendszeresen figyeli a Felszállott a páva című műsort, akkor láthatta, hogy ott megint fantasztikusan szerepeltetek, és egy hatalmas díjjal is jöttetek, tehát azt gondolom ez egy különleges évvégi ajándék volt. Na, meséljetek róla, mennyire volt ez meglepetés nektek, hogy 1 millió forint ütötte a markotokat? Hát a meglepetés az nem ez volt, de minden esetre jól esett, hiszen ez nem szokás azért, hogy a közép döntőből tovább nem jutottakat, na, mondhatom, hogy a kiesetteket még azért elismerjék egy ilyenfajta külön díjjal, tehát örültünk neki nagyon. Ugye ez azt is jelezte, hogy egyébként a teljesítményünkkel meg voltak elégedve a zsűri is. A közönség is egyébként, ahogy a visszajelzésekből tapasztaltuk, a televíziósok is, meg ott az egész stáb. Csak ilyen furcsán alakult ott ez a helyzet, hogy a középdöntőben, a két középdöntőből tulajdonképpen a magyarországi együttesek színejava az nem jutott tovább, de legalább az egyiknek sikerült bejutni a döntőbe, az egyiküknek, ha nem is mi voltunk ezek, és aztán úgy döntöttek, hogy de a teljesítményt azért emellett elismerik ezzel a külön díjjal, és hát így kaptunk külön díjat. Mondjad, Attilám, majd én is elmondom, hogy mit gondolok egyébként ezekről a versenyekről. Igen, hát én is így láttam, hogy igazából nem is maga ez a legvégén történt elismerés volt a legnagyobb öröm ebbe az egész Felszállott a pávába, hanem maga ez, hogy bekerült az együttes a tévés adásokba, és ott meg tudtuk mutatni újra magunkat, újra az erőnket, és nagyon régen volt az előző ilyen kör, mert amikor legutóbb évtizedekkel ezelőtt, már mondhatjuk meg, körülbelül 20 évvel ezelőtt volt az, amikor az utolsó Kimit tudott rendezte a tévé, akkor volt ugye egy nagy kör, és utána a következő az csak 3 évvel ezelőtt volt, amikor újra megjelenhettünk ilyen módon, több alkalommal, viszonylag rövid idő alatt a képernyőn, és ugye ez pedig most az elmúlt egy hónapban, szóval nincs ez mindig, és igazából ez nagyon fontos nekünk, hogy időről időre megjelenjünk. Szeretik a táncosok is, óriási extra motivációt jelent ez mindenkinek, illetve hát a közönségünk is nagyon szeret minket ott is látni. Igen, talán így, amiről Gyuri itt beszélte, azért ez a műfaj, ez nem feltétlenül ugyanaz, mint egy élő, akár egy egész estés táncest, vagy egy verseny, tehát itt azért nagyon sok mindent kell tényleg összehasonlítani, úgyhogy hogy sokszor ugye a végeredmény tekintve lehet, hogy valakinek rossz érzései vannak, de úgy globálisan benne lenni, átélni az élményt, az megint csak valami különlegesség, ami ugye tényleg nem adódik meg minden ember életében, nem jut el ide azért minden együttes. Igen, ez valóban így van, és ennek a műsornak az üzenete az tulajdonképpen nagyon jó. Tehát attól függetlenül, hogy valaki tovább jut, vagy nem jut tovább, mégis nagyon fontos az, hogy a Kárpát-medencei táncok ilyen körítéssel, ilyen színvonalon, ilyen tévés odafigyeléssel kerüljenek a nagy közönség elé. Hiszen a magyar néptáncokat egyébként nagyon sokan ismerik, nagyon sokan művelik is a táncházakban, illetve különböző falusi bálokban, vagy éppen a városokban is egyre többen ugye a fiatalság. De amikor ebből valamiféle színpadi produkciók születnek, azt azért már kevesebben látják. Most itt az alkalom arra, egy ilyen Felszállott a páva vetélkedő sorozatban, hogy sokan lássák, és ilyenkor sokan meg is nézik valóban. Tehát megnézik azok, akik a hozzátartozók, összes ismerőse, az ismerősök ismerősei, a gyerekek, a tanítványok, és hát sokan rákattintanak csak úgy, hogy na, hogy én ezt meg szeretném nézni. Tehát ez egy nagyon fontos része ennek a dolognak is, és nagyon fontos az is, hogy időnként egy kicsit jobban bekerüljön ez a köztudatban, hiszen ennek óriási nevelő ereje van, nemzeti identitástudat növelő ereje, és hát nagyon fontos az, hogy az egész Kárpát-medence megjelent tulajdonképpen. Tehát ezek a jó részei ennek a dolognak, hogy van ilyen. Én egy kicsit azt megmorognám, és meg is teszem, mindig mindenhol, hogy ezzel együtt a Duna Televízióból is az összes ilyenfajta műsor, amelyek korábban voltak, azok megszűntek. Tehát most tulajdonképpen a magyar néptáncot, és ezért is fontos ez a Felszállott a páva, tulajdonképpen ezt képviseli. De nem csak a néptáncot, hanem a népzenét is ezzel együtt, a népi éneket, a hangszerzenekarokat. Tulajdonképpen nincs más megjelenés.
Tehát a kereskedelmi televíziók nem csinálnak ilyenfajta műsorokat, amit csinálnak, az nem pont ez, és nem ilyen értékeket mutat be. De én nagyon sajnálom azt, hogy a Duna TV, aminek ez egyébként alapszabályban rögzített feladata, hogy a magyar kultúrának minden rétegével foglalkozzon, ezzel csak a páva alkalmából foglalkozik, tehát ebben az egy-két hónapban. Az összes többi műsor, ami régebben volt, amelyben mi is szerepeltünk, a Nyírségtánc Együttesről készültek filmek, készültek gyűjtések, nagyon sok minden volt az elmúlt években, évtizedekben, én mondhatom ezt, és ezek ma nincsenek, csak a felszadt a páva van, tehát ezért mégiscsak a szívünk csücske ez a műsor, hogy legalább ez van, és akkor ezt kellene egy kicsit jobbá tenni, és kevésbé versenyszerűvé lehet formálni egyébként, ha akarják. Lehet tudni az okokat, hogy miért nem? Tessék? Lehet tudni az okokat, hogy miért nem? Hát nekünk nem sikerült ezt még kideríteni. Én úgy gondolom, hogy most egy olyan vezetése, irányítása lehet a Duna Televíziónak, akik egy kicsit megpróbálják ezt a fajta közszolgálatiságot úgy értelmezni a kultúra területén, hogy ez legyen befogadhatóbb. Tehát magyarul, hogyha mondjuk azt, hogy a kereskedelmi csatornák mintájára, de ettől sokkal jobban megszerveznek egy ilyen folkról vetélkedőt, annak a nézettsége viszonylag nagy. Nem tudjuk mennyi, de azt szokták mondani, hogy nagyon nagy. Hát ennek nagyon örülünk, hogyha nagyon nagy, és ez mégiscsak egy értéket hordozó vetélkedő, és hát igazából az, hogy emellett miért nem férnek el, ennek talán anyagi oka is lehetnek, vagy érdektelenség, ezt igazából én nem tudom. Én úgy gondolom, hogy legalább hetente egyszer lenne valami folklórral foglalkozó műsor, az egyrészt nem kerülne sokba, másrészt még inkább benne lehetne a köztudatba. Ez az egész folklór világ, nem csak a néptánc, hanem a népzene, az éneklés és sok minden. Hát akkor Gyurikám, a Kölcsei Televízió élen jár, mert hamarosan ugye fogunk látni tőletek is egy produkciót. Fogy az időnk, úgyhogy ne a múltról beszéljünk most, hanem már inkább a jelenről, vagyis talán a jövőről, mert januárt követi majd a február, és ugye jön a farsang ideje, és itt Nyíregyházán táncfarsangra készültök ismét, úgyhogy mi mindenre készültök még ebben az évben emellett? Hát valóban úgy van, hogy most, ahogy elkezdődik majd a próbaidőszak az együttesben, akkor az első ilyen nagy megmérettetés az majd a táncfarsang lesz, és a tavasz folyamán pedig ez február közepén, a Móricz Zsigmond Színházban, és utána pedig tervezünk mi egy új műsort, aminek hát, ha nem is a tavasszal, de talán ősszel már elérkezünk majd a bemutatójához, az együttes újonálló műsorának. Ez egy táncszínházas lesz? Ezt még most hagyjuk meg a jövőnek, igen, de mindenképpen a székelységnek a táncanyagait fogjuk majd feldolgozni egy új műsorban, ez következik majd az együttes életében, ami igazából egy ilyen nagy mérföldkő, hát illetve nyár az pedig mindig tartogat még azért utazásokat, fesztivál meghívásokat, ennek is szeretném majd eleget tenni, illetve még ami pedig még most a tavasszal, ugye mindig vannak az antológiák, a táncház találkozó, szóval olyan néptáncos rendezvények, ahol nekünk azért sokszor szerepünk van, és különösen most a páva kapcsán, például a táncház találkozón is szokott lenni ilyen pávagála, vagy a néptánc antológiára, és hogyha meghívás nyer az együttes, akkor bizonyára ennek kapcsán ott tudunk majd lenni. És aztán, hogyha évvégéig sikerülne bemutatni az új műsorunkat, aztán tényleg ugyanolyan korona lenne, mint amilyen korona volt ennek az évnek a páva. Azt hiszem, hogy azért van ennek hozadéka olyan szempontból is, hogy biztos, hogy fellépéseket tekintve azért nagyon zsúfolt lesz a naptáratok a 2018-as esztendőben. Bízunk benne, hogy zsúfolt lesz, meg abban is, hogy túl zsúfolt nem lesz. Ugye egyre nehezebb azért sok fellépést teljesíteni, hiszen a táncosok jelentős része vagy tanul, vagy dolgozik. Tulajdonképpen mindenki vagy tanul, vagy dolgozik, és akkor így nagyon nehéz, de azért mindig sikerül jó fellépéseket választanunk, olyat, ahol bennünket is szeretnek, a néptáncot is szeretik, és akkor ezeknek általában eleget szoktunk tenni. Egyébként van még egy nagy szakmai megmérettetésünk az év végén, azt se felejtsük el, hogy minősítő lesz, és ugye két évenként szoktak lenni a minősítők,
legutóbb Debrecenben minősültünk 2 évvel ezelőtt, ősszel kiváló minősítéssel ismét, úgyhogy ezt szeretném megőrizni majd, és a Székelyföldi műsornak egy félórás változatát ott bemutatni a minősítőn, valahol Magyarországon, úgyhogy még ez is vár ránk. Hát kívánunk ehhez akkor nektek kitartást, erőt, egészséget, és nagyon sok sikert majd a színpadokon, és amit mi fogunk látni, az mi is lesz, mi már tapssal minősítjük hamarosan itt a fiatalokat, mit hoztatok? Hát most 2 fiatal párunk fog táncolni, az egyik párt ismerhetjük a Felszállott a pávából is, mind a kettőt igen, de az egyiket, mint szólista párt is az első középdöntőig jutottak, mint szólisták, Krusz Heder, Laura és Demarcsek Dániel fognak táncolni, a másik pár pedig Popovics Petra és Mikulics Ádám. Petra éppen most készül az országos ifjúsági szólótánc versenyre, és így ketten fognak, ez a két pár fog most táncolni, természetesen hazai anyagot fognak táncolni, magyar verbunkot, lassú és friss csárdást, szatmári táncokat. Akkor lássuk őket.
Kedves nézők, köszönjük e heti figyelmüket is, ne felejtsenek el játszani velünk a Váci Mihály Kulturális Központ belépőjegyeiért. Elsőként most vasárnap nézhetik meg a Kisvakond bábjátékot, kérdésünk pedig, hogy milyen nemzetiségű volt eredetileg a rajzfilm sorozat, illetve a József Attila Színház Boldogság című darabját láthatják Nyíregyházán, amennyiben megírják nekünk, hogy ki a darab rendezője, a válaszokat pedig mindkét esetben a Kölcsei Televízió Facebook oldalára várjuk. Köszönjük mai figyelmüket, kívánunk Önöknek kellemes hétvégét, viszontlátásra!